Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjenek Battlefield 1 hírek, mert aztán most van egy pár, és holnap kapjuk meg az új mapot is, ugye a Giant Shadows-t gyakorlatilag, és ez mindenki számára ingyenes lesz, és mindezzel az új térképpel be fog jönni a Support Classhoz egy I is, ami gránátokat fog kilőni, hitet és freget. Valami fixációja van a DICE-nak ezekkel az íjakkal, mert BF3-ba és BF4-be is ugye voltak íjak, és most már itt is van egy I, de remélhetőleg azért a Support Classból egy kicsit támadóbb jelleget fog adni nekik. Ugye nem nagyon szeretik az emberek a support class-t választani, mert nem túl jók a gépfegyverek ott, de lehet, hogy ez az I egy kicsit egy támadó szellemiséget fog adni a support class-nak. Hát majd meglátjuk, kiderül. Nem tudom, ki használja a medic class-nál a gránát kilövőt. Én mostanában kezdem felfedezni, hogyha egy ilyen run and gun mediket akarsz játszani, akkor egy nálam van egy injekció, mondjuk ez az újratöltős gránát, egy fegyver, amivel lehet automatába lőni, és egy egész effektív gyilkológépet lehet így kihozni a medikből. Nem tudom, írjátok le, hogy használjátok a mediket, vagy szeretitek-e a gránát kilövővel használni a mediket. Nos, lesz spektátor mód végre. Na most ez azoknak érdekes inkább, akik szeretik csinálni a különböző kis filmeket, és a spektátor módból igen-igen jó kis filmeket lehet csinálni. Úgyhogy ez várható, majd a YouTube elkezd megjelenni fasz a kis BF1 minifilmek gyakorlatilag, úgyhogy ez végül is egy spektátor mód, nem ér rossz dolog. Nos, a shotik és a support class gépfegyverei kapnak egy nagy balanszt, mindenképpen fogunk róla beszélni bővebben. Lesz egy új játékmód, ez is mindenkinek ingyenesen elérhető lesz, ugye a Standard Issue Rifle, ez fogja takar, ez lesz a neve a játékmódnak, és a realisztikusabb fegyvereket próbálnak megvalósítani. Na most, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog elsülni. Az igazság az, hogy a Line of Sight, ami nemrég jött be, ugye, egy egész jó kezdeményezés volt erre, nem volt az igazi, de egy egész jó kezdeményezés. Megnézzük, hogy a Standard Issue Rifle hova fog kiukadni. Minden esetre, hogyha majd egyszer a rendes szervelek és a bérelhető szervelek a teljes hozzáférhetést fognak kapni a tulajok a saját szervelekhez, amit megbérelnek, akkor szerintem nagyon jó kis ilyen játékmódok fognak megszületni, mert hogy olyan beállítások lesznek a szervereken. Nos, jöjjenek most a patch kiadások, vagyis ahogy milyen nerföket, vagy buffokat, vagy balanszokat kapunk az egész holnapi dologgal. Akkor na, most már fekvésből is lehet helyből sprintelni. Nem tudom, ez eddig engem nem is zavart annyira gyakorlatilag, hogy most lehet-e, vagy nem lehet. Nem tudom, annál megfontoltabb játékos vagyok, mint hogy helyből felálljak és fussak, vagy hát nem tudom, lényegtelen, nem tudom, én úgy éreztem számomra, annyira nem befolyásolta a játékot, hogy fontos legyen. Na, állítólag kijavították a spawnt a járműveknek, tudjátok, amikor úgy spawnolsz, hogy nem járműve, vagy nem lóra, aztán az tényleg agyibasztó volt, és hát a lényeg az, hogy úgy néz ki, ezt kijavították, most már kijavították azt is, hogy deploy közben nem fogják tudni ellopni a tankodat, tehát például ugye rányomsz a tankra, elmennél, hogy customize, beállítanád, hogy melyik tankot akarod vinni, vagy járművet, és akkor valaki útközben ellopja előled. Na most állítólag már ez sem lehet. A konzolosok, aki konzolon játszik ezzel a játékkal, arra vigyázzon, hogy az aim assist már nem úgy fog bekapcsolni, hogy eddig gyakorlatilag, szóval most már akire lősz, valamiféle mozgása kell, hogy legyen, ha jól értelmeztem, ahhoz, hogy bekapcsoljon az aim assist, tehát hogyha egy helyben áll az ellenfeled, akkor nem fog ráhúzni gyakorlatilag most már, úgyhogy ja, valamiféle mozgást kell végezzen az ellenfél ahhoz, hogy az aim assist bekapcsoljon és segítse a célzásodat. Na most, a tankok is kaptak némi buffot, leginkább a landship kapott egy buffot, a heavy tank ez inkább egy nerfot kapott. Na de lássuk, mit kapott a landship, ugye hát állítólag a játékosok kevésbé használták ezt a tankot, és van benne igazság, mindenki a light tankot vagy a heavy tankot választja, mert egyszerűen azok voltak a jobbak, pedig és ugye a landshipnál az volt a baj, hogy azért viszonylagos csapatmunka kellett ahhoz, hogy jól működjön a dolog, és
ezért kevésbé választották gyakorlatilag ezt a játékosok, pedig az, azért ez egy eléggé OP tank, de azt meg kell hagyni, hogy amikor ott ültél, te voltál a vezető, és csak egy gépfegyvered volt, vagy egy Tank Hunter gépágy, vagyis mi az ágyud volt, akkor gyakorlatilag nem túl sok élményben lehetett részed, mert a oldalt lévő két kis ágyusod gyakorlatilag mindenkit el tudott intézni, míg te ott a kis gépfegyvereddel vagy a tank kilövő ágyúval gyakorlatilag nem túl nagy damage-et tudtál okozni, vagy nagyon-nagyon-nagyon precízen kellett, hogy célozzá ahhoz, hogy el is találj valakit gyakorlatilag vele azon kívül, hogy csak tankokra lője. Na most már a Landshipnek ugyanannyi élete van, mint a Heavy Tanknak, ez azért nem semmi. Most már spawn helyként is szolgál, mint a Heavy Tank, és a Tank Hunter fegyvere gyakorlatilag az több damage-et fog csinálni, és pontosabb is lesz. Szóval most már az lesz, hogy lehet, hogy el tudod lőni a snipernek a fejét, amit ott látod, ott bujkálna a hegy mögött, mert eddig akár ilyen precízen próbáltál célozni, kicsit távolabbi célpontokra, valahogy félre, mellé, alá, fölé ment a dolog, de remélhetőleg most ez kijavítja, és a Tank Hunter egy igazi pusztító gép lesz ebből a szempontból, hogyha jól tudsz célozni, és be tudod mérni ezt a célt, akkor is eltalálod az. Ha ezt most tényleg ennyire precízre kijavították, akkor ez egy nagyon jó dolog lesz. És most így szólok, hogy maga a Tank Hunter Sentinel is jobb lett, pontosabb lett, erősebb lett a tankok ellen. Na, mi van még nekem ide feljegyezve? Nincs több tank head glitch. Ha nem tudom, ki tudta, hogy mi volt ez a tank head glitch, hogyha a harmadik szám szeméből, tehát külső nézetből nézted a tankot, ugye ahonnan a kamera volt, vagy ahova céloztál, onnan jött a golyó. Tehát a kamerából jött a golyó, nem konkrétan a tank ágyújából jött a golyó, és emiatt a tankok nagyon OP-k voltak mondjuk egy domb mögött, vagy például a Suezen a homok dűnék mögött, mert onnan tudtak lőni, ahol a kamera volt, és nem onnan, ahol az ágyú volt, ezért olyan nyugodtan lőttek át a buckákon, dombokon, anélkül, hogy bárki vissza tudott volna rájuk lőni, mert hogy kihasználták ezt a head glitch-et, úgyhogy harmadik számú, harmadik szemében is most már az ágyúból fog jönni frankon a golyó, nem onnan, ahonnan a kamera van, úgyhogy sokkal jobban meg kell válogatnod, hogy mikor és hogyan, és hogy melyik az a szög, amikor még meg tudod lőni azt a bizonyos ellenfelet. Nos, az A kapott, vagyis az anti-air légvédelmi ágyú megint csak kapott egy nerföt, hála Istennek, most már nem 400 méteren hat, hanem 334 méteren hat. Ez egy tök jó dolog, amúgy remélhetőleg a Montegrappán már segített a Montegrappán az, hogy kevesebbet sebeznek, és a távolság is kicsit kisebb lett, mert tényleg egy kicsit segít, de ez úgy gondolom, hogy egy kicsit még jobban fog segíteni, és nem, ez nem is egy nagyon-nagyon rossz dolog. Nos, ha már itt vagyunk a Landshipről, még azt hadd mondjam el, hogy a mortáros változat Landshipben most már 5 hely van, őszintén szóval fingom sincs, hogy miért, és a mortárnak a hatósugara nagyobb lett. Ez egy jó dolog. De viszont minek raktak 5 helyet ebbe? De most őszintén, aki azt választja a mortáros változatos Landshipet, gyakorlatilag megáll valahol, távolabb az akciótól, mert ugye annak az lenne a lényeg, távol az akciótól, és onnan lövöldözi. Jó, többen tudnak rászponolni, vagy nem tudom, de az nem az a kategóriájú tank, a mortár változat, amit bemegy az akcióba, és ott szükség van ötemmel, vagy hogyha bemegy, akkor oké, de még mindig nagyfokú csapatmunka kell ahhoz, hogy effektív legyen, de ugye a mortáros az nem fog bemenni az akcióba, de legyen 5 helye, szerintem úgy volták, hogy legyen, ne palaszkodjanak annyi, legyen 5 helye. Na most a squad supportos Landship a gép fegyver helyett, ami volt neki, most már a 25 mm-es ágyú van, ami ugye a flanker kis tankban, tehát a flanker kis tankban van, tehát az a ágyú. Na ez egy frankon jó dolog, mert az a szar gépfegyver, ami ott volt a Landshipnek az elején, az szart sem ért.
Azt kell mondjam, és na most ezzel a 25 mm-es gépfágyóval távolabbra macerább lőni, de hogyha egyszer ezeket oldalba vagy bárhova találod, az a gépágyó az jó lesz, az a 25 mm-es az ott jó lesz, és van egy olyan érzésem, hogy így visszahozza a eleve, hogy némileg tud védekezni majd a tankok ellen is, valamennyire jó, nagyon jó lesz infantry ellen, és a két oldalában lévő ágyú igazi elpusztíthatatlannál fogja tenni a landshipet, és úgy érzem, hogy ez kellett neki, és most már egy ilyen változatosabban lehet használni a tankokat gyakorlatilag, és remélhetőleg egy kicsit a heavy tankról leveszi a figyelmet, mert az tényleg egy pain in the ass azzal a tankkal elbánni, és nem hogyha már itt tartunk, hogy elbánni a tankokkal, az automata javító, tudjátok, hogy egy gombnyomásra felgyógyul a tankod, na azon nerföltek egy kicsit, százalék arányban a heavy tankon most már 20%-ot fog javítani 30 helyett az életen, és a landship 30-25%-ra csökken a önjavítás gyakorlatilag. Ez egy egész jó dolog, mert azért, mikor lövöd a tankod, már mindent beleadsz, a fél csapat mindent belead, és felgyógyítja magát egy gombnyomásra, majdnem fullra, az azért, ez meg kategóriába tartozott. Nos, térjünk rá egy kicsit a repülésre. A fighternek a darts nyilai, tudjátok, amikor jön és így éles izé beleáll a földbe, és veled együtt odaszegez és meghalsz. Na most azok a darsznyilak kicsit OP-k voltak más légijárművek ellen, egy full életes bombardot gyakorlatilag ki tudtak szedni, úgyhogy azt most lenörfölték repülők ellen, de csak repülők ellen, és buffolták a gépfegyverét, ami hát rohadtul jó dolog, hogy őszinte legyek, mert hogy egy bombardra vagy tízszer rá kellett repülni ahhoz, hogy ki tud szedni, hogyha volt neki a bombardon, ha volt egy hátsó lövész, akkor aztán végképpen nehéz volt kiszedni egy bombardot, mert nem tudta honnan rá repülni, hogy elég damage-et csinálj rajta, úgyhogy ez kapott egy buffot, az már egy nagyon jó dolog. Na most viszont a hátsó gépfegyvereseket a repülőkön nerfölték. Na most ez viszont egy nagyon jó dolog, hogy őszinte legyek. És a bombázók most már több damage-et kapnak golyóktól, viszont az AA-tól nem, szóval nem kell megijedni, de a bombázók több damage-et kapnak golyóktól, ami egy kifejezetten jó dolog tud lenni, szerintem legalábbis, de a golyóktól, szóval ez nem, a Bristol F1 repcsire ez valószínűleg nem lesz érvényes, de viszont a kis fighterre, arra annál inkább. Nos, rakéták, amik jönnek mondjuk a Bristol F1-nél, a kis rakéták, na most azok nagyobb sebességet kaptak, ezáltal nincs akkor ejtésük nekik, és remélhetőleg pontosabbak, és a játékosok is jobban fogják szeretni választani, bár kétlem, de majd kipróbálom, kiderült című történet. Shotik, térjünk rá akkor a fegyver, buff, nerf, stb. Shotik Model 10, Model 10-nek a damage range-ét nerfölték. Tehát a milyen távolságon hat a maximális damage-e, azt azon nerföltek, most már 50 méterről nem lesz senki képes one-shot-olni téged gyakorlatilag. Szóval ez a távolság, ahol a one-shot potencia fönnáll, az egy kicsit lecsökkent, de ettől még van OP. Ettől még megmarad az OP-sága, csak egy kicsit közelebb kell kerülni ahhoz, hogy one shot killt előad. Na most az M97 trenchnek nagyobb lett a damage-e, a backboard elnevezésű shotiknak növelték a range-ét, ami nem egy rossz dolog, mert elméletileg ők kellene legyenek a range-es shotik. A 12G automatának jobb lett az accuracy-a, nem vagyok benne biztos, hogy az accuracy-t kellett volna javítani, de mindenképp kellett azon is, de lehet, hogy egy kicsit damage-et kellett volna neki adni inkább, vagy nem is damage-et, hanem range-et, tehát egy kis távolságot kellett volna neki adni, hogy őszinte legyek, mert nem volt semmi baj ezzel a shotival, és olyan gizda legendary skin-en van rá, hogy mint az állat, csak hát egyszerűen katasztrofa volt használni, mert nem volt jó semmire. Na most hát reméljük az accuracy segít annyit, de úgy gondolom, hogy egy kicsit a ranger kellett volna változtatni a távolságon, ahol 6 maximális damage-et. Nos, gépfegyverek a support classnál mindegyiken javítottak valamit,
olvassátok el majd egyszer a patch notes, hogyha szeretnétek. De ami ilyen fontosabb, a Lewison a gépfegyveren több lett a max damage-e, vagyis az adott távolságon ható maximális damage, 23-24 lett. Gyakorlatilag ez több golyóban nem, tehát gyakorlatilag ugyanannyi golyóval fogsz ölni, de hogyha az ellenfeleden lesz egy kis sebzés, akkor már mindjárt pofásabb a dolog. Nos, az első pár lövés, tehát úgy néz ki, hogy az első pár lövés pontosabb lett. Ez mit jelent, hogyha nagyon jól tudsz célozni, és elsőre rögtön célra tudsz állni, akkor az első pár lövés pontos, precíz, ezáltal ugye megadva azt az előny neked, hogy lelőd az ellenfeledet előbb, mint ő téged. Tehát, hogyha ilyen elég skillet, vagy már tapasztalt, vagy BF1-ben tudod, hogy a célzókád jó, és elsőre rá tudsz célozni az ellenfélre, akkor voilà, c'est fini, te győztél. Nos, Lewis megint csak 50 golyónál fog felforni, nem 30-nál, ahogy most volt, és gyorsabb lett az újratöltése is, de is általánosan így a reload idő azért a legtöbb gépfegyvernél több lett, vagy bocsánat, jobb lett, tehát gyorsabban töltenek újra. De amúgy volt, tehát volt valami fura a patch notes-ban, ami annyit akar, hogy lehet, hogy így a damage modellt át fogják dolgozni a submachine gunoknál és a light machine gunoknál is, szóval azért még ez meglátjuk, hogy hogy alakul a jövőben. Akkor a kézi fegyverek is némelyike át lett alakítva, összességében mindegyik egy picit, de van amelyik jobban, ugye? A number 3 revolver, tehát a 3-as számú revolver egy gyorsabb újratöltést és tüzelést kapott, 1912-es és 1912-es kisebb visszarogást és jobb accuracy-t kapott, ez nem ér rossz dolog, némelyik fegyver azért ott volt a tök jó, hogy van egy csomó kézi fegyver, de azok tényleg abban van egy csomó, de végül is mindenki az M1911-et használja, szóval akkor változtak a mortárt, kevítottak egy kicsit a mortáron, ugye túl nörfölték, legyünk őszinték egy kicsit, és a mortárt most egy kicsit visszahozzák. Az injekció tűnél, a medikeknél úgy néz ki, hogy lesz egy kis cooldown idő, tehát két revive között, és remélhetőleg, hogy tényleg lesz egy kis cooldown idő, ez még majd kiderül, hogy lesz, mert hogy azért egy medik végig rohan és fölé lesz 10 ember pár másodperc alatt, az elég durva, és például olyan játékoknál, mint az Operation, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon játékbefolyásolható volt. És egy példával éjek, tegnap előtt voltam egy Operation-on, mediket játszottam, és úgy döntöttem, hogy én most orvosszába föléleztek mindenkit, és a Empires of Oil-on játszottunk, tehát Sinai, Suez, Fau Fortress mapokon, és úgy nézzétek, srácok, annyit élesztettem az embereket, de olyan szinte, olyan mennyiségben élesztettem, hogy mind a három térképen első próbálkozásra végig tudtunk menni, anélkül, hogy bármilyen játékot is vesztettünk volna. Tehát olyan szinten élesztettem föl, és még plusz, aki volt medik a mi csapatunk, még ők is élesztettek, hogy egyszerűen nem fogytak el a tiketek. És ez az, ami nagyon játékbefolyásoló tud lenni, mondjuk egy operations játékmódba, és most, hogyha netán kap egy kis cooldown-t a medik, akkor gyakorlatilag lehet, hogy megfontolják azt, hogy kit és mikor élesztenek fel, illetve a játékosok is megfontolják, hogy mikor és hova törnek be és nyomulnak be. Ez játékbefolyásoló tud lenni, mert a medik az OP. Nagyon OP BF1-ben az újraélesztéssel, de majd meglátjuk. Nem, tehát tetszik ez az újraélesztés, hogy azonnal újra lehet éleszteni embereket, meg kényelmes, meg gyors, meg minden, de nem feltétlenül jó irányba mozdítja el a játékot, vagy a fair play irányába mozdítja el a játékot. Na most úgy néz ki, hogy most már a medic pakkot, illetve a lőszer pakkot ledobálhatod, ahova jól esik, remélhetőleg ez tényleg így van, nem csak, mert nem értettem, pontosan lehet, hogy úgy lesz, hogy nagyjából mindenhova dobálhatod le, de több helyre, mint eddig, vagy mindenhova ledobálhatod, majd most ez meg kiderül. A hardcore módon szignifikánsan alakítottak, és úgy néz ki, hogy a fegyverek balansza is alakul majd kiderül, kipróbáljátok, elmondjátok, tetszik, nem tetszik, de ez így lesz. A capture, tehát a conquest alapú
játékokon, a Capture pálya részeken is alakítottak, Monte Grappan, Suezen, Ballroom Blitzen és Argon Foresten, tehát valami lesz a Capture Pointokkal, méretükön, módjukon valamin alakítottak, ami nem lenne egy rossz dolog, mert azért egy Operationsbe vagy akár Conquestben is azért mondjuk egy Monte Grappa bunker elfoglalós stílusa az nem, az egyszerűen katasztrofális, tehát azt nem lehet így idegekkel ott bírni, ha elszor meghalsz, meg beeszi oda magát egy csapat, szóval azon remélhetőleg, hogy valami olyasmit változtatok, hogy ne kelljen oda lemenni fölöslegesen, mármint, hogy nem fölöslegesen, csak ne kelljen oda lemenni, hogy ott foglalj, tudjál fölülfoglalni, és mondjuk egy csapat megbújik alul, és akkor följönnek, és visszafoglalják, tehát lehetne ott jobban is alakítani a dolgokat, de ne ez a bunker betörős foglalós, mert ez egy fölösleges clusterfuck. Srácok, nagyjából ezek lettek volna a főbb dolgok, remélem hozzájárultam valami hasznossal a napotokhoz, addig is köszönöm a figyelmet, következő videóig. Sziatkozz, iratkozz, lájkolj, stb. Sziasztok!